Ide értünk Jósvafőre, és egy nagyon különleges fajt szeretném bemutatni nektek, a vízirigót. 94-ben vagy 95-ben valamikor egy osztálykiránduláson találkoztam ezzel a fajjal utoljára Magyarország területén belül, a Bükkben, a Szalajka völgyben. Viszont a Szalajka völgy egy ilyen nagyon frekventált kiránduló terület lett azóta, úgyhogy ott már nem láttunk. Úgyhogy egész ideig kellett jönnünk az Aggteleki Nemzetparkig, hogy megint láthassunk vízirigót. És valójában itt is egy szenzáció, hiszen évtizedek óta nem költött. Nézzük meg! Alapvetően kevés ember ismeri ezt a fajt. Mindig is ritka volt Magyarországon, kevés ember találkozott vele a régi időkben is. Huber Attilával, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársával beszélgettünk. Elmesélte tapasztalatait, megfigyeléseit. Ott van. Most megy lefelé. Gyakran tényleg ezt csinálja, hogy a csatorna fölött közlekedik. Sokszor alacsonyan, és akkor egyenesen, nyíl egyenesen megy a fészet. Igen. Besikük alacsonyan. Pontosan. Ugye jellegzetes szokása a vízirigónak az, hogy simán bemegy a víz alá, akár 20-25 másodpercre is, és ott bóklászik, és ott próbálja összeszedni a táplálékát. Sétálgatni is tud a csekély vízben, egyszerűen a kövekről kövekre, és úgy szedi össze a tegzes lárvákat, kérész lárvákat, amiket éppen ilyen vízirovarokat talál. Mellesleg itt azt is megfigyelték korábban, hogy kicsi halivadékokat szedett össze, és azzal is etette a fiókáit. De ugye utána gond nélkül azt csinálja, hogy kiül szépen a kövekre, és egyszerűen fagyúzza a tollát a fagyúmirigyéből, és akkor így nem igazán ázik el a tollazata. Úgyhogy ezek az adaptációk, amiket használ tulajdonképpen. Az igaz, hogy a fiókák előbb tanulnak meg úszni, mint repülni? Hát, hogy úszni, az biztos, hogy a madár fiókája még nem teljesen röpképes, amikor elhagyja a fészket. Tehát pár napig ott bóklászik a környéken, ott kérincsél a szüleitől táplálékot, és utána válik teljes mértékben röpképessé. Mik azok a kritériumok, aminek egy élőhelynek meg kell felelni a vízirigó szemre? Állandó vízhozamú, jó árnyékoltságú patakról kell beszélnünk, ami azért kellően nagy. Tehát egy pici patak mellett nem fog a madár megtelepedni. Kell hozzá egy jósva patak nagyságú kis vízfolyás tulajdonképpen. És hát ilyen gyakorlatilag itt az Aggteleki karszton is kevés van. Sok helyen van az, hogy kiszámíthatatlan lett az egyes vízfolyásoknak a vízhozama a csapadék viszonyok miatt. Ezért is van az, hogy viszonylag kevés ma Magyarországon a számára megfelelő élőhely. Viszont ott van ott egész évben ott, ugye? Tehát, hogy ilyen is tartja a territóriumot nagyjából? Abszolút tartja a territóriumát. Hát az, hogy egész évben ott van egész évben, ahol gyakorlatilag fészkel is. Inkább az a jellemző, hogy ország több területén, ahol kvázi meg is jelenik, a késő őszi téli időszakban jelenik meg. Tehát az elmúlt jó pár évben az volt jellemző, hogy megjelent mondjuk késő ősszel, novemberben, decemberben, meg a téli hónapokban, és akkor volt itt megfigyelhető egy-két példány néhány hónapig. Az egy szerencse, hogy utána megtetszett neki a terület, és itt is maradt most. Akkor ez azért lehet, mert mondjuk a magas hegységekből lejjebb költözik télen a hideg elől? A befagyó patak az, ami igen, erre sarkalja a madarat, hogy most már mozdulni kell onnan kicsikét lefelé. Igen, ez egy jellemző dolog, hogy amikor odafönt már úgy kedvezőtlenné válnak számára a viszonyok, akkor alacsonyabb térszínben levő területekre húzódik, például akár ide az Aggteleki karsztra is. Mikor volt utoljára detektált vízirigó költés nálatok? A 2000-es évek elején volt az, amikor még biztosan költött itt a madár, de pontos feljegyzéseink nincsenek. Az biztos, hogy a 2000-es évek közepén, végén és azóta is inkább csak téli megfigyelései voltak. De a legutóbbi időkig nem volt arra példa, hogy itt maradjanak a teledési időszak után a madarak, és mondjuk költésbe kezdjenek. Gyakorlatilag az elmúlt néhány évben volt erre kísérlet. 2022-ben és 2023-ban jutott el egy pár addig, hogy fészeképítésbe kezdett, de utána eltűntek a területről, tehát nem volt effektíve költés. És az első év az idei, amikor gyakorlatilag tényleg eljutott a dolog a költésig, és remélhetőleg kirepült fiókáink lesznek majd. Tehát most 2025-ben van a hosszú idő után először ez. Igen, igen. És miért tűnt el a Bükkből, meg a Mátrából? Összetett a dolog. Tehát egyrészt azt tudni kell, hogy a magyarországi állomány mindig is kicsi volt, de már a 80-as években is azt írták az egyes szakirodalmak, hogy csökken az állománya.
és ezt részint arra vezethetjük vissza, hogy kiszámíthatatlanabb lett egyes patakoknak a vízhozama. Tehát gyakran van az, hogy nagyobb patakok is képesek nagyon kicsi vízhozammal rendelkezni, mondjuk nyár közepére, vagy akár ki is száradni, és ezt a madár nem igazán kedveli. Ez lehetett az egyik oka annak, hogy csökkent a hazai állománya, meg hát az is igaz, hogy ugyan a környező országokban ez egy stabil állománnyal rendelkező madár, tehát úgy Szlovákiában, mint Ausztriában is sok van belőle, a magasabb hegységekben, és a havai állomány mindig is csak egy ilyen perem populációja volt ezeknek a magas hegységi állományoknak, és gyakorlatilag az ottani állománynagyság határozza meg azt, hogy Magyarországon tulajdonképpen mennyi is fész kellett ebből a madárból. És akkor valaha volt máshol fészkelés, akkor ez hol volt tapasztalható? Ahol még ez a madár fészkelt, az a jellemzően a Bükk-hegység, ott volt gyakorlatilag régebben a legnagyobb állománya. A Mátrában is fészkelt, és a legutóbbi időkig még az Empléni hegységben is, illetve az Alpok alján, ezek voltak a klasszikus fészkelőhelyei. Utóbbi években már tényleg csak alkalomszerűen vannak fészkeli időszakból adataink. Víz tisztasága, pH értéke, az mennyiben változhatott, és ugye egyre szennyezettebb a víz? Nyilván a szennyezettség az befolyásolhatja a madarat. Itt ez nem szempont szerencsére, ezek tiszta vizek, de nyilván a szennyeződés az abból a szempontból sem jó, hogyha egy adott víz szennyezettebbé válik, akkor a vízi rovar közösség is megsínyli ezt. És tudunk olyan preferenciát, hogy milyen rovarok azok, amik őt igazán vonzák? Kérészek, tegzesek, alapvetően ezeket szokta összeszedni. Vízi bogarakat is, de mint mondtam, megfigyelték itt madarász kollégák, hogy kicsi halivadékot is szedett össze a vízből. Egyébként monogámok? Igen, ez egy jó kérdés. Most ugye az elmúlt pár évben meggyűrűztünk egy pár példányt itt, és színes gyűrűvel is meggyűrűztük őket, pont azért, hogy egyedileg lehessen őket azonosítani. Hát az érdekesség az, hogy ez a hím, ami most itt van, ez negyedik éves, a tojó második éves, és két évvel ezelőtt ez a hím egy másik tojóval állt itt párba, és úgy kezdett fészeképítésben, de mondjuk abból aztán sikeres költés nem lett, de most egy másik tény, hogy másik tojóval van, mint annak idején volt. És érdekes módon jó hosszú ideig nem is volt itt megfigyelhető a területen. Te minden nap, amikor csak teheted, figyeled, gondolom őket. Hát úgy hetente kétszer-háromszor leszoktam jönni, hogy nagyjából képbe legyek, hogy hogy állunk. Tehát mi újság a madarakkal. Nagyon sokáig tényleg azt vártuk, hogy na, akkor ténylegesen lefészkele már a madár, vagy mi lesz vele. De igen, hál' Istennek az idén ez bekövetkezett. Bizalmas madár egyébként. Nyilván azért zártuk itt le a területet, hogy azért ne mászkáljon be oda mindenki. Van azért. Igen, mert azért minden határ túlmenő zavarást, meg igen, amikor ide jön rajcsúrozni 30 gyerek, az nem feltétlen viselné jól. De ez szerintem így egy egész zavartalan környezet, legalábbis itt a költőhely közvetlen környékén neki. Ott van. Megvan? Itt van? Elment megint balra. A sztár. Tényleg úgy, mint paparazziként várjuk, de csak tudod, így annyit mentünk a Bükkben, mindenhol nagyon sokat túráztunk, itt is, és sosem láttuk, szóval el sem tudtuk képzelni. Bükki kollégák azt mondják, hogy most már télen is ritkán jelenik meg. Pár éven belül, azt tudom, Eger belvárosában jelent meg egy példány, ott a patakon, de amúgy tényleg az van, hogy állítólag ritkán jelenik meg most már a Bükkben is. Hogy miből épül a fészke? Igen. Általában ugye mohából. Gyakorlatilag itt a csatorna szélén levő mohát kezdték el fejtegetni itt is, ott is, és abból kezdték a fészküket összerakni. Általában úgy március elején kezdődik a fészeképítés a fajnál, és a belsejét, ahogy néztem, száraz levéllel szokta bélelni, meg száraz fűszálból. Ebből van gyakorlatilag a fészke. Tehát toll meg ilyesmik nem nagyon cipelnek. Tollat én nem láttam benne. Megnéztem a fészket közelről, de alapvetően ebből a két dologból volt a fészek összerakva. Milyen alakú? Mert azért itt oké, hogy fedett helyen van, de azért a víz mindenhonnan érheti, nem tudom. Tehát... Száraz helyre építi azért. Tehát olyan helyre építi, ahol nem éri a víz. Tehát egy olyan pontot választ ki. Az a lényege, hogy van egy kis kerek bejárata a fészeknek. Ez van úgy, hogy alulról lehet megközelíteni ezt a bejáratot, tehát úgy építi a madár a fészket.
Ennél a fészeknél speciál vízszintesebb bejárat, uh-huh. és azon megy be a madár a fészekbe. Szóval már nagyos. Igen. Vilám gyorsan érkezik, és már távozik is. Ilyenkor mindent elkövet, hogy ne találják meg a fészkét. Azzal is csökkenti a kockázatot, hogy miután berepült, a másodperc töredéke alatt adja át a táplálékot a fiókáknak, majd hagyja, hogy a vízáramlás kisodorja. Itt kétszeres, majd négyszeres lassításban mutatjuk ezt be. Így pár méterrel lejjebb a patak alsó szakaszán merül fel a vízből, és repül vadászni. Közben egy hegyi billegető is átrepült a felvételen, azt láthattuk itt elmosódva. Hány fióka szokott lenni úgy átlagosan? 3-6 fiókát nevel, és általában, illetve több esetben az jellemző, hogy két költése van egy évben. Uh-huh. Az etetést mindketten végzik? Vagy? Igen, uh-huh. igen. A kotlani viszont a tojó szokatja. Uh-huh. De itt is az volt, ahogy figyeltem, hogy az időszak egy részén csak a hím hordta a kaját például. Tehát az elején, amikor kikeltek a fiókák, úgy tűnt, hogy csak a hím hordja az élelmet. Ott van. Megvan? Most megy el megint. Megint elmegy. Nagyon-nagyon dolg. De ezek szerint tényleg az, hogy rövid ideig tartózkodik itt, uh-huh. hozza a kaját, de beadja, aztán már megy is tovább. Nagyon aranyos. Egyébként a itteni példányok már tél közepén is egész sokat énekeltek, uh-huh. úgyhogy bíztam benne, hogy itt valami azért már csak lesz, és lett is. És ami érdekes, nem csak a hím énekel, hanem a tojó is. Igen? Egy ideig úgy voltam vele, hogy nem is voltam benne teljesen biztos, hogy akkor ez most tényleg a hím vagy a tojó, de aztán utána néztem a dolgoknak, igen, mind a két ivar énekel a vízirigónál. És akkor a tojó kotlik, és a hím hord neki táplálékot, hogy felváltva? Azért a tojó is ki szokott jönni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ott őrzi a hím a területet, és akkor a tojó is szépen lejön a fészekről, fürdik egy jót, táplálkozik negyed órát, aztán visszamegy kotlani. Egy évben hány költés van? Egy vagy kettő? Általában azért kétszer próbálkoznak, jó esetben két költés van, időnként csak egy költése van a madárnak. És van úgyis két költés, hogyha sikeres volt az első, tehát ez nem igen. csak a pró... Igen, igen, igen. Itt most úgy néz ki, hogy sikertelen volt az első próbálkozás. Mi történt? Nagyon jó kérdés, hogy mi történt. Egyszer csak üresen találtuk a fészket. Ezt a fészket? Nem, az egy másik fészek másik helyen volt. Másik ilyenkor helyen volt. Gondolom cserél akkor helyszín. Igen, egy új fészket épít, és rögtön az volt, azért gondoljuk, hogy tényleg valami történhetett a fiókákkal, mert azonnal új fészek építésébe kezdtek, és akkor most abban zajlik a költés éppen. És mi veszélyes egyébként? Vadmacska gondolom, nyers nyúsz. Ez egy nagyon jó kérdés, mert az a másik fészek egy eléggé ragadozó, biztos helyen volt. Tehát, hogy mi férhetett hozzá, azt nem tudjuk igazából, de igen, akár még a vízi cickány is kirabolhatja a fészkét adott esetben, vagy a szajkó, hogyha olyan van, tehát számos olyan élőlény lehet, ami tulajdonképpen kirabolhatja a fészkét a vízirigónak is akár. Olvastam, hogy még vízesés mögött is szoktak találni fészket, tehát hogy azért igyekszik elrejteni. Igen, igen. Hát gyakorlatilag itt is egy olyan helyen van, ahol egy kvázi kis vízesés van, és annak egy vízmentes részére építette a fészkét a madár. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy ő nem rigó. Tehát, hogy vízirigónak nevezzük, de nem rigó. Ez több hazai énekes madárnál is így van, hogy a magyar neve az, ami, de rendszertanilag teljesen máshova tartozik. De a vízirigó az gyakorlatilag egy önálló család, a vízirigó félék családjához tartozik, és ennek gyakorlatilag egy európai képviselője van maga ez a faj. Tehát alkatilag egyébként az ökörszem áll hozzá a legközelebb. Igen, viselkedő, mozgásos. Igen, mozgása is kicsikét hasonló életmódú faj tulajdonképpen, ha belegondolok, nincs másik. Van. Víz alatt vadászik végül is, hogyha úgy veszik. Igen, akkor. Igen. Van úgy egyébként, hogy nem megy a víz alá, mert egyszerűen ül a kövön, és akkor a kő mellől szedegeti össze azt, amit hirtelen talál, de ez egy jellemző dolog, hogy amúgy lemegy a víz alá is, és ott keresgél a kövek között, vagy akár a tényleg a víz alatti részeken is. És hogy látod a magyarországi helyzetet? Inkább akkor a vízfolyásoknak a stabilitás és a klímaváltozással kapcsolatban van veszélyben, és nem annyira akkor ő, tehát nála nem feltétlenül az ember okozza a veszélyt. Hát jó, persze nyilván, ahol mondjuk nagy kiterjedésű tarvágások voltak mondjuk a élőhelyét jelentő patak körül, az befolyásoló tényező lehet, de inkább tényleg az, hogy milyen az adott vízfolyás, milyen kiegyensúlyozott állandó, ezt tudja meghatározni azt, hogy egy adott helyen hosszabb időig maradhat-e a madár.